Shetlandi juhászkutya. Juhászkutya. Hm. Juhászkutyáknál még talán egyébként. A skót juhász azt nem láttam olyan gyakran egyébként. Inkább a német juhász az sokkal gyakoribban, hát nyilván alapból is gyakoribb. Gyakoribb kutya itt Magyarországon. De alapvetően is többet láttam azt. Többet láttam olyan fajta kutyát. Na, megvolt a legendás lényeg gondozása, és akkor gyakorlatilag azt jelenti, hogy már hogy megvan ez is. Most megyünk akkor a izéhez. Megyünk a Alohomórát megcsinálni, mert az mindenképp nagyon fontos azt megcsinálni. Nagyon fontos technológia, nagyon fontos küldetés, hogy megyünk is. Így seprűvel. Nem izé. Nem fast travel-lel, hanem seprűvel. Na várja. Szóval itt vagyunk a izén, a nagy terem előtt nagy udvarnál. Hát menjünk itt. Ezt meg itt hagytam. Ja, ez meg ez le van lokkolva. Ezt majd akkor tudom használni, hogyha most majd az a drágátos Alohomóra aktiválva lesz. Az Alohomórát előtte jó volna mindenféleképpen megtanulni. Itt is vagyunk gyakorlatilag. Ennyi. Lételnünk kell. Itt fetrengtünk konkrétan órákon keresztül. És gyakorlatilag itt ebben a jellegi időségben ő itt a Gladwin Moon. Hello again, Mr. Moon. Gladwin Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gondok. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please. Hát ebbe a világban még a gondok sem köcsög. Így belegondolva, ez nagyon durva, hogy pont a gondok tanít meg minket egy zárfeltöréses bűvájra. I suppose you could call it eventful. Konkrétan a gondokkal, hogy saját magával basszuk ki, konkrétan saját magával basz ki ezzel, hogy tanulóknak megtanítja, hogyan kell zárakat feltörni. Teljesen jó. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Na. Now, if you wouldn't mind humoring me. Demiguy's moon. See if you can remove the moon from the statue. Igen. Itt is van meggyakorlatilag például ilyen feladványos megoldás. Egyébként. For now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart. Or shapeshifter, if you will. No. Which takes the form of whatever scares you most. Most fogja, és azt szeretné, hogy tanuljuk meg ezt a drága látos bűbájt, Alohomóra bűbájt, és ennek örömében olyan helyszíneken most elmenjünk, ami eddig zárva volt nekünk, a kórházszárny. És gyakorlatilag a tanároknak a úgymond saját régiójuk, úgymond az elkerített régiójuk, területük, amivel diákok anyja nem járhatnak. És már ezzel megkapunk egy vadonat új mini játékot egyébként, ami eddig nem jött fel. Most először.
Vagy fel az alambórás amúgy működik, hogy csak úgy fogjuk, rávarázsoljuk az alambórát, és már... már ki is nyílik, hanem bizony kell egy kis ilyen... ilyen Skyrim, meg Falloutos, ilyen tipikus RPG-s, ilyen tárfeltörős mini játékot használni, csinálni. Most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Boldogan segítek, hát persze. Nem szeretnék bajba kerülni. Mi van ott nekem, ami számomra értékes lenne? Hát... Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk. De hogy nem. Megkapok jutalomként az alomomóra művel. Particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alohomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh! I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom, and the other in the hospital wing. Good luck. Ja, meg a prefektusi fürdő is itt található egyébként. Na most akkor aktiváljuk az Alohomora varázsigét. És ennyi. Ennyi az Alohomora, és akkor most rávarázsoljuk szépen az Alohomorát, new spell, level 1. Persze csak level 1-es zárakat tudunk még csak egyelőre felnyitni. És egy kicsit érdekes már ez a megoldás. Az a vicces, hogy gyakorlatilag ez a jó ember szinte majdnem semmit nem mond egyébként, hogy mit kell. Nyilván valamit ír itt jobb felül, de nem konkrétan korrektül. Szóval itt konkrétan úgy működik ez, és hogy nem biztos, hogy játszani fogtak ezzel a játékot, de mondom, hogy ha este játszok vele, akkor majd megestek valaki visszanézi, és nem tudja, mi a helyzet. Majd akkor majd a Gergőnek is megmutatom, mert ő is tudja egyelőre, ha jól emlékszem, ezt mondta, hogy nem tudja. Az kell, hogy a zöld tényt a bal analóggal, a bal karral kell úgymond forgatni, a pirosat pedig a jobb analóggal kell használni. Először a bal analóggal addig tekered, amíg ott látod, ott legalul földen nem kezd el világítani az a kis fogaskerék rész. Csak ezt így kell hagyjad, így kell hagyd konkrétan az ujjad, és amíg ezt így hagyod konkrétan, nem szabad elengedni a bal izét kurzort, mert különben akkor így van, visszamegy eredeti állapotba. Én akkor fogod vissza, és használod közben jobb izét, közben még mindig nem engeded el a bal klikket, jobb oldali kurzort, mert a pirosat is addig csinálod, amíg a belső kurzor is, belső kerék is elkezd forogni, és akkor egy pár másodpercig úgy hagyod, és kinyílik. Ezt kell csinálni. Egyébként rohadtul bonyolultnak tűnt először, de egyébként nem az. Nem mutatom még egyszer, mert egy pár szó meg kell csinálni. Ott van a zöld, oké, a zölden világít, vagy ott hagyod, piros. Ott a megint piros. És ennyi. Ennyi. Ilyen mocskosul egyszerű. És szerencsére nem olyan faszom lockpickes megoldásom, mint a Skyrimben, vagy a Falloutban, vagy akármelyik izében, mert azt rengetegszer átvették már azt a hasonló lockpickes rendszert.
Amit fel tudunk fosztani már pár ilyen kis szobácskát. Mi ez te? Szobor patkány. Patkány szobor. De ez micsoda? De ez meg konkrétan ki van nyitva? A kapásból. Professzor Figtől egy... Fignek egy... Mágügyi minisztériumból. Lehet, hogy ez Professzor Fignek a szobája? Lehet, hogy ez konkrétan Professzor Fignek a szobája? Alvó részlege. De level 2-es locker, itt ezt még nem tudom még használni, ez majd konkrétan fejelszemi kell majd ez a ezt a drága áltos Alohomora varázsigét. Na de... Ami kell az ez. A Disillusionment Charm, meg mivel hogy itt is őrzik. Őrzik, védik ezt a helyet. Itt is vannak. Prefektusok, vagy éppen tanárok. Akik konkrétan őrzik a helyet. Hát... Megpróbálom. Hát, ha sikerül gyorsan megkinyitni. Hát, ha nem veszi észre, hogy kinyitottam éppen az ajtót. Úgy néz ki, hogy nem. Csak egy csukd már be. Végre. My darling Abraham. Abraham Lincoln. Ez is például milyen... Ronan's wife. Lehet, hogy ez meg Ronan. Professor Ronannek a bűbájtan tanárnak a izéje. Szobája ez? Jó kérdés, egyébként jó tudni egyébként, hogy minden tanárnak megvan gyakorlatilag a maga is szobája. Ott is van egyébként egy izé, de azt nem tudom most megcsinálni, mert az azt a puzzle-t is meg kéne nyitni. A mágia ügyi. A mágia. Nem mágia, hanem mágia. A mágia ügyi miniszter. A mágia ügyi minisztériumból. És itt van a professzor Sharp, a Sharp professzor, meg a Weasley professzor. A Sharp professzor az izi a bájital tanár. Bájital tant. Itt ha előttük azt láttam a rebelliót és a izét a tekercset itt vettem fel pofájuk előtt. Teljesen jó. Szóval a bájtal tantanár, meg ott a professzor Vízi, meg az átváltoztatás tantanár, meg a izé, igazgató helyettes, csak úgy, mint a Ocsé, nem voltam itt. Na bazd meg. Hogy fogom azt felvenni? Így. Menje! Ott fogsz állni? Na rohadtul el kéne menjél. Lehetőleg. Azaz, szépen menjél csak el onnan. Csába. Hála Istennek. De itt mi van? A prefektusok fürdője itt van. Na, menjünk oda is el. Prefektusi fürdő. Ide látogatott el Harry egyébként még izélkor. A negyedik részbe. Tűzserlegébe, amikor meg akarta fejteni a sárkány tojás titkát. Sárkány tojás titkát. Mikor teljesítette az első primágus próbát. Primágus tusa próbát. Valószínűleg emlékeztek rá.
aki látta a filmet persze. Ez is megvan. Adtam valami itemet. Van itt fasz a WC. És itt a lenyűgöző refektusi. Benyitottuk kicsit a csapocskát, de nincs ezzel probléma, sose volt ezzel baj. Demi guys oldacska. Haj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 
Ez meg itt jön! Basz meg! Micsáját! Kurva életbe! Észrevettek! Szóval... azt hiszem... Jó, most ez a legelej egyébként, de... elvileg... tudtommal... mindent elment egyébként. Tudtommal elmenti azt, hogy most amiket felvettem, tudszok, úgyhogy, úgyhogy szerencsére nem kell... nem kell ezeket újra felvenni. Szóval azt a Demiguys Hold szobrot is ott is elfogadta, meg... ezt is elfogadta, meg azt is elfogadta, úgyhogy... elméletben nem kell megint bemenni a defektusi fürdőbe se. Nem, konkrétan fogadjuk, azt mehetünk tovább. Úgy, ahogy van. Azzal, azzal az egyszerű lendülettel. Igen. Hát most... hát nem oda kéne menni, mert az ott az óratorony... teteje van, hát nézzünk be ide. Hát ha van itt valami érdekes. Hoppa, ott van például egy... egy ilyen tál. Igen. Oké. És ez tökre tetszik egyébként, amikor itt láthatatlanak vagyunk, akkor konkrétan suttogva mondja a varázsigéket, nem izé, csak elkiabálja magát, hanem tényleg suttogva mondja. Ez tökre tetszik egyébként ebben a játékban, hogy ezt így erre is figyeltek. Húha. Na várj egy kicsit. Tök lenne, lehetne itt izélni konkrétan, így diszármingolni az a Petrificus Hotelusszal, itt izé elintézni őket. De azt hiszem, ezt nem lehet ilyenkor, hogy effektusokkal nem tehetjük ezt meg. Na most mi van? Halló? Gyere már! Mozduljon már meg ez a szar, nem hiszem el. Hát... persze egy csicska passz vagy bazen, mert persze nem tudsz előre menni, mikor izén mozogni kéne, akkor nem mész. Ez ilyenkor persze hátra mész, hátra nézel. Nem. Istenem! De akkor nem erre megyünk akkor. Hanem akkor megyünk egy más irányba. Jó, jobb közben meg már... jobb volna... átváltani a izét, a láthatatlanságos köpenyt. Helyett varázsatot. Milyen jó lenne, ha ebben a játékban is valamilyen szinten benne lenne a... valamilyen megoldással benne lenne a láthatatlaná tévő köpeny. Hát nyilván valószínűleg nem találták fel itt ebbe az időbe. Még. Nem tudni. Minden esetre érdekes lenne szerintem. Oké, köszi! Hospital Wing. Na. Szóval itt van a kórház szárny.
suppose I should begin my rounds now. I suppose, Professor. Professor. The students are terribly De miért most indultál el, basz, eddig beszélgetettek hihetetlen. Ja, nem volna rossz kipróbálni a való életben is, az biztos. Tehát, hogyha bemész egy kis kapva vásárolni akarnám, mondjuk bemenni a izébe, és akkor ott... Hát egy kicsenni, egy kis izét, egy kis sonkát, egy kis kusit. Egy kis ilyet, egy kis olyat. Mi jó lenne egyébként, ahogy... Megspórolnál csomó pénzt. Teljesen máshol áll most a jó ember. Jó prefektusos. És megint mehetünk megint a tetejére fel. És most például érdekes módon most meg eltűntek a izék. A vízi meg a... Meg a sár. Az éles tanár úr. Az éles, éles professzor. Menjél, 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 mi a... Basz. Hát jó bebug volt egyébként egy kicsit a karakter, de hát... Elnézzük ezt most neki. Most meg már nincs is itt a izé a karakter. Professzor Hackett, az á... sötét vallástól kivédése tanár, meg a gyógynövény... tantanár is, a professzor Garlic beszél éppen. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Inkább nem megyek oda, inkább azért a szarél. Anyway, I had hope for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch. Úgy vagy. Hogy elkezdett hirtelen valamit csinálni? Hogy felfigyelt hirtelen a professzor Garlic? Quidditchről beszélnek éppen, szerintem arról, hogy tavaly... Nem tudtam elolvasni konkrétan, hogy miről beszélgettek hirtelen. Jön, jön, baszki! Ne arra, 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 arra! Istenem! Álljon meg, ez meg hol, ez meg pics, hova jön ez? Jézus, Atya Úristen! Kurva jó. Most ide... Nábit, ezt elmentette, hála jó Istennek. Ezt elmentette. Végre. Most már valahogy el kéne jussak, ki kéne nem menjek, de nem tudom, hogy hogy. Ez hülye, Geszi, ez hülye. De ez mi? Hát ember... Nincs hitbox, hogy mi a szar? Milyen hitboxa van ennek a játéknak te? Meg az a szar egyébként ez a láthatatlan átévő varázslata, hogy közelről konkrétan észrevesznek téged, szóval, hogyha gyakorlatilag ott vagy közvetlenül a... Ez is olyan furcsa, ezt nem értem, akkor mi értelme van ennek a láthatatlan átévő varázslatnak, mert most ott vagy előtte, akkor abban a pillanatban észrevesz. Abban a pillanatban. Hát ez hogy? Hogy vesz észre? Hogy vesz észre, akkor mi értelme van ennek a láthatatlan átévő varázslatnak? És gyakorlatilag olyan, mint hogy most fognánk, és csak úgy random, csak úgy minden nélkül. Semmilyen láthatatlanság nélkül. Fognánk. Fognánk és... És elkezdenénk menni. De most mit csinál ez, hülye? Szóval fognánk és elkezdenénk csak így random kúszni, meg lopakodni.
Itt nem benne semmi értelme ennek a láthatatlanságnak, mely is úgyis észrevesznek. Mely is úgyis látnak. Mikorog a lépcső? Hát... Az, mikorog a lépcső? Faszomat, ennyi korogjon. De ekkora... retardációt... nem baszott Európa. Epróbálok most átmenni ezen. Ott izé, sétál... kukuskált a jó ember, szerencsés sikült, átmegyünk, átfelekedjünk magunkat rajta. Azt hiszem most már jók vagyunk. Már több... több effektus már nincs. Hála Istennek, megcsináltuk. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh goodness, you're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Mm. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Oxmead, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Tormentor. Ha lesz időm, nem, de nem ígértek semmit. Hát jó, segítünk azért a... Hát legalább az, hogy meg lesz a... Most továbbra is tudom neki segíteni ilyen Radwin, ilyen Demiguys Moon szobrokkal. Gyűjtögettünk el neki ilyen szobrokat, és akkor megtanítja nekünk a továbbfejlesztett álló Moonrát. A level 2-es meg a level 3-asokat. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Egyelőre csak level 1-es alohomórát tudok csinálni. Na de akkor ez is megvan most már. Megtanultuk most már az alohomórát is. Megvan a szintlépés is most már. Nagyon jó. Jaj. Na szóval, the man behind the moons. Ja, ez az a küldetés. Igen. Sok itt vannak ezek a újabb assignmentek, konkrétan itt a bizonyos tanároktól. Madame Kogavának a assignmentje. Ezeket a lebegő lufikat durrancsuk ki a seprűvel a Roxmorci vasútállomásnál, meg a Quidditch pályánál. Megcsináljuk meg ezt, mivel hogy ezzel végre valahogy ezt megcsináljuk, akkor a Glacius varázslatot is elérhetővé tehetjük. Magyarul ezt a fagyasztó varázslatot, ami hát nem a Pertitipus, a Talus, mert egyébként gyakorlatilag ez is érdekes, hogy úgymond ugyanaz, a Petrificus a távussza is, úgymond. Mondjuk ott nem is teljesen jégépagy a karakter inkább, hanem ott úgymond... Ott inkább... Hát ilyen T-pózba így megfagyasztod az ellenfelt, úgymond. Ott nem megfagyasztod, úgymond, hanem úgymond így kicsit... Az elnevezés az kb. Hasonlóra kell gondolni, de mégse teljesen ugyanaz. Itt a kivitelezés az kicsit más. Ez most már megteltünk izékkel. Megteltünk. Aha. Ezeket nem tudom elpusztani, az jó. Ezeket el tudom. Mert kifogyott a gear slot. Elfogyott a gear slot. Valamilyen sálnak a... Identified
item, nem tudjuk meg, nem tudjuk egyedül, hogy milyen itemet találtunk, és akkor erre majd lesz alkalmas a egy bizonyos ilyen kratolási asztal állomás, úgymond a szükségszobájában. A szükségszobájában lesz egy olyan állomás, amivel úgymond láthatóvá, vagy inkább felvehetővé tudjuk készíteni a bizonyos ruhákat. Igen. Az a Rockmort Station, ott ahol leszállnak a Roxforti diákok, a Roxford Expressről, és akkor itt vannak a kis ballonkák, ezeket fogni kell, és szépen ezeket ki kell durrangatni. Szóval ez egy könnyű assignmentes küldetés, ezeket szeretem. Nem az, hogy el kell készíteni ilyen bájtat, meg olyan mandragórát kell megvásárolni, vagy elkészíteni, meg ilyenek. Még valahol még itt a közelben lennie kell egynek. Valahol a közelben, de hol a közel? Elbújt a köcsög. Na. Ez megvan. Igen, mert szerintem ezeket a challenge-eket is érdemes csinálni. Ugye, ahogy láttam, sok esetben van értelme is, mert kapsz bizonyos tárgyakat, értük meg bizonyos dolgokat. De vannak ezek a Merlin próbák elszorva a világba. Azokat is konkrétan érdemes csinálni, mivel hogy gear slotokat, vagy konkrétan inventory slotokat, ilyen plusz tárhelyeket az inventoryban felnyitnak. Gyakorlatilag az egyik legfontosabb a challenge-ek közül, amiket érdemes megcsinálni. Hát mondjuk elég sok is van belőlük, szóval ezért nem is annyira könnyű, mert rengeteg van belőle. Ezeket mind megcsinálni mocskosul sok idő. De itt vannak a jó kis lufikák. Lupicskák! A játék ez szét tele van mindenféle földi jóval, földi magyaróval. Megint az van, hogy ezt direkt így csinálják, jó, ott van, direkt így csinálják ezek a játékkészítők, hogy mindig az utolsó lufi az mindig a nehezen megközelíthető helyen legyen, persze. Most egyik seppőn sincsen jó kis normálisan bevilágítható lámpácska. Volt egy kettő seppő, amit meg lehetett vásárolni, és azokon volt konkrétan seppő. És mi a Isten lámpa világítás, csak azok olyan lámpák voltak, azok inkább csak díszítése voltak jók, meg kb. Semmit nem világítottak be. Szó szerint semmit. De beszéljünk a Madame Ogavával. A világ minden tájáról jöttek ilyen tanárok itt konkrétan. Itt vannak itt ázsiai tanárok itt indiaiak. Yes, professor. That's good to hear. Brooklyniak. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Quidditch team permits Quidditch again. Persze. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work. Ennyi. És végre elérhető a Glacius. Glaciustus.
Transformation. Arresto Momentum. Szóval itt láthatjátok azt, hogy a Glacius konkrétan így megfagyasztja az ellenfelet. Így. Viszont a Petrificus Totalus az hol? Az itt van. Az itt fogja. Hú, bazzik, pont nem látszódik. És így ledermed. Hát így mond, nem megfagyasztod, hanem így mond, ledermeszed a izét az embert. Többnyire lehet látni. Szóval valamilyen szinten hasonló a kettő. Nem sokban, de valamennyire hasonló. De kicsit eltér. Petrifikálódik. Á, igen. Így is lehet mondani, jó kis magyarosan petrifikálódik. Jó kis, jó magyaros megoldásokkal. Flipendo. I recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. Glacius. Mondjuk itt használni egy ilyen izét parázsot fogok, hogy egy ilyen kis irodába hatalmas incendiót. Elrobbantjuk az egész irodát. Control spell. Na de, viszont. Mi az, amit ezután lehetne végezni? Behind the Moose, 9 darab Guardian Moose. Ez még messze lesz. Gobs of Gobstones. Ja, tényleg ezt nem is csináltam még meg. Hát, hogy gyakorlatilag a Gergő azt fogta, azt már az első színben megcsinálta ezeket a Gobstones kereséseket. Én még bele se kezdtem, gyakorlatilag egyet csináltam meg. Tudom, mit csináljuk meg ezt is. Aztán meg elmegyünk az elváltoztatáslan udvarra. Megkeressük azt a kis sajt, aki ezeket a faszom Dedalion kulcsokat gyűjtögeti. Ez is bizony nagyon fontos. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, igen. Zenobia's gobstones. Gobstones. Jó kis köpkőverseny, az is olyan kár egyébként, hogy nincs benne egyébként a játékban. Jó kis köpkövezés, de ez tök jó egyébként, az is egy jó kis... Jó kis játék az. A régi Főnix rendje játékban. Régi Harry Potter és a Főnix rendje játékban, magyar szinkront is kapott. Abba volt minden, abba volt varázslósak. Az Quidditch nem volt. Quidditch ott se volt. De helyette volt... Volt varázslósak. Aztán volt... Óppá, ott van egy Gladwin Moon. Mi a faszom? Demiguys Moon. Szóval... Volt ez. Aztán... Volt köpkőverseny is, ott is lehetett játszani. Volt ilyen... Hát ilyen... I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Volt ilyen kártyás napszli játék is. Napszer játék is elvileg. Meg kicsit máshogy nézett ki, mint a nyilván mi játrónk is mert napszer tudsz. It's one of Zenobia's gobstones. Ott a gobstone. I hardly see what all the fuss is about. Revelio. Ott van. Akio. Meg azon kívül is volt valami labda gurigálós. De nem az a gobstone, hanem ez egy teljesen más. Azt hiszem. Nem, egy másik fajta labdajáték is volt egyébként benne. Ja, hasonló, mint ami ebben a játékban is van, csak persze csak ilyen mellékköltések keretében, mint a Bűbájtannál voltak ezek a labdagurítások, ez az Akio varázslattal. Olyasmi hasonló volt Phoenix rendjében is. Egy rohadtó játék volt. Hú, de imádtam azt a játékot, igen.
foglalkoztak ezzel is. A Prezident kívül is volt csomó melléktevékenység. Meg itt vannak ezek a drágaságok, amik egyelőre mind nem tudom egyébként, hogy mi. Egyébként meg kezdek rájönni egyébként egy kicsit arra, hogy most pontosan mit is lehetne így csinálni. Várjál, most így gondolkodok, hogy azt hiszem én felvettem ennek a papírját. Mert volt ilyen használati utasítás. Nem. Offensive artifact. Nem vettem! De fel kellett. Emlékszem, hogy én felvettem ezt. De hol van? Nem itt. Ez az. Hók a nyolcadik. Egy meg nyolc. Egy, nyolc. És akkor ezt esetleg összeadva jön ki a 13? Ez egy meg nyolc. 9, és akkor még kéne hozzáadni 4-et, és akkor a 4-es számúra kéne váltani? Nézzük meg ezt. Kíváncsi vagyok erre. Hol van az a... Itt. Mi volt a 4-es? Itt most előttetek, srácok, megcsinálom a puzzle-t. Rájövök a puzzle titkára. 4-es az a bagoly. Nézzük meg. Az volt az. Ez. Ez az a bagoly, és akkor... És akkor van ez a 13. 13. 21-ből. Sárkány az melyik? Jó volna, hogyha ezt kéne külön megint megnyitogassam. Van csak egyetlen egy gombnyomással. 3-as. 13. 6. Ennyi volt? 20. Basz meg. 23 vagy 21 volt ott a tetején? 21 azt hiszem. 21. 16 akkor. 5. Ez a faszon tudja, tarantulapók. Igen. Tarantulapók. Így. És ez basz ki, és ennyi. Ennyi basz ki. Én vagyok a hollóhát. Bazd meg, én vagyok a hollóhát. Én vagyok a hollóhát, nem én vagyok a... Nekem kellett volna a hollóhátnál menjek. És a Gergőnek kellett volna jönni a hugrabukba. Nem ilyen visszanézi ezt, mert úgyse fogja. Ennyi. Én vagyok, kérlek szépen, a puzzle szakértő. Puzzle-ok szakértője. Ezeket már szépen fogom, azt úgy, hogy van elpusztom, mert nem kellek nekem szemüvegek. Általásított találok valami normális szemüveget, de nem valószínű, hogy találni fogok egyet is. Csapkából se. Végre rájöttem erre a puzzle-re. Most átmegyek az egész pályán konkrétan. Végre rájöttem erre a puzzle-nek a titkára, hogy mit is kell csinálni. Ez kurva jó. Most minden rájöttem, srácok. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Remélem mindenki látta. Remélem valaki legalább látta ezt a jó kis puzzle feladványaimat.
Itt is van egyébként egy puzzle cucc. De most nem kezdek el most itt ezzel foglalkozni. Most inkább. Ezt majd talán streamen kívül csinálgatom inkább. Na azért ez inkább egy olyan téma, olyan dolog, amit lehet esetleg ezt nyugodtan csinálni streamen kívül. Azért most ez nem biztos annyira érdekel titeket szerintem. Elsőre ez így, egy egyszerű alkalomnak ez így jó volt. Ilyet megcsináltam. De aztán több nem kell. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Tényleg annyira örülnék egyébként rájönnék arra, hogy mitől ennyire laggolásos a téma. Videoprocesszor erőssége. Erősítője. Színtér. Videóformátum. Pillanatsrácok, megpróbálok valamire rájönni. Pillantás csak. Hát ebből semmi nem változott. Ugyanolyan, mint volt. Ugyanolyan, mint volt. Portable 2 plusz, ez nem csinál semmit. Várjál? Bármely. De az is, de ez is megváltoztatja, ez is más. De ez még jobb, mert ez nem késeltett konkrétan a hangot. Valamennyire, de csak nem annyira, nekem. Inkább nekem. Hát, 264. Az objects or people in mid-air. Simply complete a few tasks and then come and see me. Tudom, nektek egyébként Pápenfély, ha itt vagytok, nem tudtok esetleg, hogy nem vesztek észre valamit, hogy valamit változott volna esetleg a kép, hogy bármilyen téren? Egy kicsit ez ilyen fehérebb, világosabb. Ami talán ez tűnik a legfolyamatosabbnak. MJPEG. MJPEG. Ez egy kicsit sötétebb. Mondjuk ez is jónak tűnik. Ez így jó. Most kivilágosult most. Szép a kép, jó ez most, itt amit most. És úgy néz ki, folyamatosabbnak is tűnik maga a kép. Most talán most jó lesz. Itt van egyébként a köpkő. A gobstone. Úgy néz ki, talán most jó lesz. Most talán egy kicsit folyamatosan tűnik nekem a játék, mint ami volt eddig. Na ennyi. Megtaláltuk a Zenobia köpköveit. Mind a hatot. Nem mondom, hogy sokkal folyamatosabb, mert mindig nem látom azt a folyamatot, mint amit nálam látok. Nálam abszolút 60 FPS, nálatok azért nem teljesen 60 FPS-re megy egyébként a dolog, de talán kibírható, kivitelezhető a téma. Várjál, most mi van? Ja, túlmentem. Túlmentem. Nagyon túlmentem. Túlságosan le akartam menni. A hollóhát torony egyébként. Erre lenne szemüveggel, legalábbis jól látom, de ez már az én ügyem. Ez már az én ügyem. Na látod. Most kell már nekem se állt egy jó kis szemüveget vásárolni. Ezt szemüveget beszerezni. Igazság szerint már én sem mondom 100%-ra a szememet egyébként, de még sosem volt 100%-os a szemem egyébként, de soha nem akartam szemüveget felvenni, és így mindig halogattam a dolgot.
Sir Cadogan portréja. Na tessék el a Sir Cadogan. Éppen a Sir Cadogan. Valami? Ja nem. Revelio. Semmi. Ha én megérném, hogy keletet nélkül újra jól lássak, minden 12 éves korom óta kell hagyjam. Én őszintén meg kisgyerekkorom óta már ezért kicsit rossz a szemem, de nem olyan szinten rossz. Amit úgy rossz, hogy és kizárólag a jobb szemem, ami kicsit homályos, egy kicsit, a bal viszont tökéletes. Viszont homályos, viszont konkrétan, hogyha ha így becsukom a bal szemet, akkor gyakorlatilag alig látok valamit. De együtt nem lesz probléma ettől független egyébként a látásom, mert hogyha egyszerre látok mind a kettővel, egyszerre használom mind a két szememet, akkor ez nem észrevehető, nem érzékelhető a homályos jobb szemem egyébként, hanem hasonlóképpen jól látok, mint hogyha csak a bal szememet láttam. Hello, Zenobia. Nyilván azért távolról annyira nem látok egyébként. Távolról annyira nem látok. No, I think I keep them, az igen. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful! I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Terrible idea. Hát most milyen baj ezzel a köpkövős játékkal? Szerintem ezt akar játsszák. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Ura, egy szemmel nézve is a 8-at látni a holdból, az igen, egy rakáson. Az fasza. Neked ilyen tényleg sokkal rosszabb akkor a szemed. Nekem viszonylag azért még jó. Most ilyen télen azért jó. Ennyi. What the f... Revelio. Hogy tényleg ez a bűzgőz... bűzölgő átjáró, ez micsoda? Mimbulus. Micsoda? Mimbulus Mimbletonia. Fest Tower. Nem voltam még itt. Baszom már meg, hát hogyan Istenben nem voltam még itt. De voltam már itt, most what? What? Ezt láttátok ezt? Itt popám előtt ezért spawnolt be hirtelen a lépcső. Én tudsz konkrétan kimenni. Nem merek kimenni az utcára nélkül. Viszont fültőkben, mikor nem volt rajtam, 2-3 óra után volt már egész tüdetőnek. Tüdetően láttam távolabbra is, amit sikerült megismerni a másikat 3 méternél távolabb is. Meg hát azért üldés közben az elég szar azért. Így szemüvegben füldeni szerintem. Én tudsz kijönni konkrétan a kertbe. Hát persze itt van a legendás lények gondozása óra is egyben. Jaj, ez a játék.